Jó reggelt kívánok, húsvét hétfő. Éppen reggelizni készülődünk. Azt kérdezte valaki, hogy miért nem Kulékovics. Azért nem, mert egyrészt nem tetszik a Kulékovics, tehát az ilyen barna minden színei. Meg szürke. Mondjuk lehet kapni egy színűt, akkor már nem Kulékovicsnak hívják, hanem Gyöngykovicsnak. Mondjuk fehér, meg van aztán fekete is. Meg még láttam talán zöldet is. De tehát egyrészt rohadt drága. Bármelyik. Tehát az egy színű az rohadt drága, és akkor ugye nem Kulékovics, hanem Gyöngykovics a neve. Másrészt meg abba belemennek a macskák, a Kulékovicsba, mert az ugye kerek. Az nem vágja a lábukat, úgymond. De a murva, ami ilyen szögletes, ilyen mindenféle ilyen élek vannak rajta, az vágja a lábukat, legalábbis kellemetlen érzés kelt bennük, és abban nem mennek bele. Ezért múlva, mert nekem is jobban tetszik a Gyöngykovics, persze. Szebb az. Csak ebből a szempontból nem praktikus. Kicsit beleolvasztom a sajtot. Ha már van mikro. Öreg álmos ütőiről van. Lóg a lába az esőnek. Aztán, hogy lesz-e eső valójában, azt nem tudom. De eléggé szürke az ég volt. Tegnap kipucoltam a ház mögötti részt. Már jó begazasodott. Oda is leterítettem ezt az agrotextilt. Agroszövet. A textil az, ami textil, ami tényleg ilyen fügyetszerű anyagú. Meg agról szövet. Csak össze van szövve, de nem textil. Nem ez a műanyag. Jó éles kés kell hozzá. Vagy olló, hogy elvágja az ember. De hát én párkával vágom. Kölcsön kérte a szomszéd srác az ágdarálót, mert volt neki egy csomó ága. Kivágott egy fát, most legutóbb is a barkafát. Nem tudom, a barkafa az milyen fa, ami a barkát képezi. Mert nézzük az interneten. Barka. Milyen puncifűz. Puncifűz, ez a neve, puncifűz. Na, menj már innen. Megint ilyen üzenet került oda a tetejére. Ne tudjam elolvasni. Puncifűz. Ilyen neve van, hogy puncifűz. Életemben nem hallottam ezt a nevet. A puncifűz, a salix, menj már, ne kapcsolod ki, hülye vagy. Nemzetség számos kisebb fajának nevezik, amikor szőrös barkák kora tavasszal fiatalok. Ezek a fajok a következők, kecskefűz vagy kecskefakta, fak. Punci meg a fak. Kecskefakta Észak-Európában és Észak-Nyugat-Ázsiában őshonos kis fa. Szürke fűz vagy szürke fésű. Észak-Európában őshonos kis fa. Wikipédia. Puncifűz. Ilyet. Jó van. Azért, mert szőrös. Hát nem csak a punci szőrös. Nagyon sok szőrös dolog van még a világon. Attól nem kéne puncifűznek lennie. Életemben nem hallottam ezt a elnevezést, melyik a puncifűz. Ez nagyon érdekes. Na, azt vágta ki a srác, a puncifüzet,
kivágta a puncit, képzeljétek el. És volt egy csomó ág. Mert megkértem, hogy vágjon le két ágat, ami rálógott a tetőmre, ugye már ahogy fújja a szél, ott úgy karosítolja a cserepeket, le tudja kapni a cserepet, a faág. És mondom neki, hogy azt a kettő ágat vágja le, ami rálóg a tetőmre, erre kivágta az egész fát. És lett egy csomó ág, ilyen darabolni való ág, és akkor kölcsön kérte az ágdarálómat, és akkor egész délután darált, és utána átborogattuk, mondtam neki, hogy boríts át nyugodtan, oda a geotextilezett, megint azt mondtam, az agroszövetezett részre, és akkor gyakorlatilag ilyen múlcsként szétterítettük, terítettem, de hát kevés lett, szóval nem volt neki annyi ága, tehát ugye a darálóban nem lehet akármekkora ágakat belerakni, tehát mondjuk nem tudom, a lapátnyi a maximum vastagság, amit még el lehet vele darálni, és nem lett annyi ága, hogy ott a teljes ház mögötti részt befedjen vele, úgyhogy még majd szerintem a saját ágdarálásomból még fogok oda hozni, hogy a teljes rész le legyen fedve. Hát csak hogy olyan egységesen nézzen ki. Ne az a fekete agroszövet látszódjon ki. Na eszek, aztán majd jövök vissza. Nézegettem itt a YouTube-ot, visszatértek emberek, akik el voltak tűnve. Például visszatért a Telek Project, úgy látszik megint van mit levideóznia. Ő csak akkor videózik, hogyha van mit videózni, tehát neki nincsen ilyen kényszeressége, hogy csak azért videózzon, hogy legyen valami. Tehát ő nem vlogger. Aztán a Székely Gyöngyvér is visszatért. Nem is annyira, hogy ő, hanem visszatért a krákogós operatőrje. Egy időben, tehát ezelőtt a videója előtti időszakban normálisabb videói voltak. Előtte megint ezek voltak, hogy az operatőr az nincs a helyzete magaslatán, maradjunk úgy, mert krákog, szipog, nem azt mutatja, biztos közben elgondolkodik, és akkor így a keze is ugye elmozdul, és már nem azt mutatja. Bírom egyébként ilyen riportokban is, hogy mondja a riportalan, hogy azt meg azt akkor ott megcsináltuk, és ő mutatja a kamerát. Nem azt, amit mond, hogy amit megcsináltunk, ugye azt kéne mutatnia az operatőrnek, hogy mi az, amit megcsináltunk, nem, ő mutatja. Azt meg attól megcsináltuk, azt meg oda beraktuk, és ezért közben őt mutatja a kamera. Most van húsvét. Termékenységi ünnep. Egyébként, ha így visszaszámoljuk az ilyen születési időmet, időpontomat, a hónapot, akkor én húsvéti fogantatású vagyok. Tehát én egy termékenységi ünnepen jöttem létre. Gyakorlatilag a szüleim komolyan vették a szabad elocsolni kérdést, illetve a ráadott választ. Komolyan, komoly volt az a locsolás. Nagyon komoly locsolás volt, és sok millió társammal együtt indultunk a csatába, és én nyertem. Én. I am the winner. And the winner is me. Me, myself and I. Na. Nagyon ki vagyok pihenve. Hiii. Elkezdett esni az eső. Nem kicsit.
Nem, kicsit nagyon. Elmentem szólni a kollégának, és alig, hogy elmondtam neki az infót, egyszer csak leszakadt az ég alja. És az eső minden alatt. Jól éreztem én, hogy lóg a lába az esőnek, mikor bejöttem. Mondta a váltóm is, hogy ő szépen süt a nap, meg minden. Aha, persze. Jó van. Ugye meg tudtam csinálni azt, amit akartam végül is, mert most egy a villanyszerelő megkötötte itt rendesen a dolgot. Ugye megfeszült az a kábel, ami ide jön a módéhoz. Mert ugye azt a kunkort, azt ugye fölvette. És így a felszínen volt a kábel, gyakorlatilag is ki volt feszülve. Szóval esett veszélyes gáncsolás szisztem. És azt beástam földbe. Úgyhogy hoztam el. Hát nem, az ásó nem fért be. Túl hosszú az ásó nyele. Nem fért be a csomiba, de egy ilyen kapát, egy ilyen hamaroló kapát. Somogyban hamaroló, hogy mondják egyébként? Hogy mondják? Köznyelven? Saraboló? Nem tudom. Az a széles, ilyen széles téglalap alakú. Nem tudom, hogy mondják a köznyelven. Hamarolónak mondják, Somogyban. Azzal ástam ki, gyakorlatilag homokot kellett kiásni. Egy ilyen vastagabb homokréteget, ugye, ahol ment a csík, arrébb tettem a vezetéket, és akkor a csíkot gyakorlatilag a kapával így ki. Egy ilyen árkot kiástam neki, belenyomtam a vezetéket, és utána ráhúztam a kapával. Homokot letapostam, és perfektó. Szóval egy húsvéti fogantatású gyerek vagyok, de hát ez az egész olyan álságos. Már nem a húsvét, hanem ez az egész, hogy emberek ilyen különböző ünnepnapokhoz kötődve születnek meg aztán 9 hónappal később. Mert hát egy felnőtt házas pár, vagy nem házas, felnőtt pár, annak ugye megvan egy ritmusa, és ők abban a ritmusban folyamatosan szexelnek, ugye? Nevezzük nevén a gyereket. Ugye kinek vérmérséklete szerint, meg attól is függően, hogy mikor a kapcsolat, mert nyilván akik most cuppantak egymásra, azok napi 3-szor, aztán akik meg már több éve, vagy több 10 éve együtt vannak, azok már beálltak egy ritmusba. 2 naponta, 3 naponta, 4 naponta, de így folyamatában csinálják, hogy ez élet része. Felnőtt élet része. Ez a dolog. Tehát most az, hogy azért, mert most karácsony van, vagy azért, mert Valentin nap van, vagy mert húsvét van, vagy mert akármi is van, nem hiszem, hogy ilyen alkalmakhoz kéne kötődnie a fogantatásnak. Mert amúgy is. Tehát aki felnőtt, azt csinálja. Ünnepnaptól függetlenül. Tehát ez most csak ilyen... Én nem is értem. De tény. Te egyébként tény, hogy az ilyen ünnepek folyományaképpen több gyerek születik, mint egyébként. Tehát van egy ilyen demográfiai eloszlás, hogy mit tudom én a húsvéthoz képest, ugye akkor a január, én vízöntő vagyok, így te volna mi. Meg mondjuk mit tudom én a karácsonyhoz képest, azok meg ugye az augusztusiak, az oroszlánok. Nem, ilyen ünnep van még? Most van ez a Valentine, de hát az ilyen csinálmány ünnep, tehát az ilyen hozott anyagból rendelésre nem dolgozunk. Az mikor van? Az februárban van.
2 meg 9, az 11. 11. hó az mi? Mármint így csillagképileg. És milyen ünnepek vannak még? Augusztus 20-a államalapítás ünnepe. Én meg mondanám, hogy az árulás ünnepe, igaz? Hogy a Vajk nevezetű elárulta a testvérét. És ezt az árulót ünnepeljük, meg az ő árulását. És csodálkozunk, hogy a politikusaink azok úgy csinálnak, ahogy csinálnak. Hát követik a Szent Istváni hagyományt. Elárult a saját testvérét, hát ugyanúgy elárulják a saját párttársaikat, meg párttagjaikat. Gyakorlatilag nem kell őket elíteni, ezek hagyománykövető emberek gyakorlatilag. De nem hiszem, hogy augusztus 20-án annyi ember fogadna meg. Az nem olyan ünnep. Hát van ez a húsvét, van a karácsony, ami ilyen normál ünnep, ami nem ilyen csinálmány ünnep, mint a Valentine, vagy a augusztus 20, április 4. Hát milyen ünnepeink vannak még egyáltalán? Ugye március 15, de hát ezek nem olyan ünnepek, hanem ezek ilyen állami ünnepek. Mikor hol picsáztak ki bennünket, gyakorlatilag azt ünnepeljük, hogy itt is kipicsáztak minket, ott is kipicsáztak minket. Nagy ünnepelni való. Nincs egy olyan ünnepünk, ahol győzelmet ünnepelnénk. Maradi vértanunk halála, ott is a halált ünnepeljük. Mi nem azt ünnepeljük, ahol győztünk. Biztos volt néhány győzelmünk. Egri várvédők például. Azokat kéne ünnepelni. Nem azt, ahol elvertek minket, mint a szart. Ez egy nemzetnek a lelkületére rányomja a bélyegét, hogyha állandóan azt ünnepeljük, hát hogy meg kell róla emlékezni folyamatosan, hogy hol döngöltek minket bele a földbe. Tessék reformokat csinálni, politikusok, akik ott vannak pozícióban, tessék reformokat csinálni, olyan ünnepeket bevezetni, ahol győztünk. És akkor nem lenne ilyen pessimista ez a nemzet, mint ahogy mondják, hogy magyar az milyen pessimista nemzet, hát bazd meg. Mikor állandóan azt ünnepeltetik velünk, amikor legyőzettünk az ellen által. Tessék csinálni olyan ünnepeket. Egri vár. Ősegri várvédők. Ünnepel. Olyan dolgokat kell ünnepelni, ahol nyereség volt, nem pedig vereség. A politikusunk, rajtatok a világ szeme, tessék olyan ünnepeket kreálni, ahol a nyereséget ünnepeljük. És ezeket a veszteség ünnepeket, ezt meg úgy felejtsük el úgy folyamatában, mert nyilván nem lehet őket megszüntetni, mert akkor kitörne a parasztlázadás, de úgy folyamatában kerüljön le ezekről a hangsúly. Úgy tűnjenek el lassacskán. Hogy mondja a kollégám, hogy már ez a húsvét se arról szól, hogy locsolkodás, hanem mindenki húz el valahova. Messzire, csak ne legyen otthon. Mondja, hogy ki akart menni horgászni, és fölhívta a nem tudom mit, tóüzemeltetést, vagy nem tudom kit kell ilyenkor hívni, nem vagyok egy horgásztípus. Hogy akkor mennék, akkor hol lenne hely, és akkor várjál, meg kell néznem a izájámat, hogy hol van hely. És már annyira le van foglalva az egész tó, pedig egy óriási nagy tóról beszélünk. Mondta is, hogy hol van valami farkas lakka, vagy valami ilyesmit mondott. Hogy egyszerűen már nincsen a horgásztónál hely húsvétkor. Az emberek inkább elmenekülnek otthonról. És nem azért, hogy ne kelljen odaadni azt a pénzt a gyerekeknek, mert nyilván
aki elutazik hétvégére akárhova, az ott költi el azt a pénzt, mert most, hanem egyszerűen már ez a húsvét, már ez ilyen, már úgy semmi. Na most ilyen módon kéne ezeket a veszteség dicsőítő ünnepnapjainkat is elfelejteni a picsával, és a nyereségeket ünnepelni. Rovattó álmosító idő van. Én meg eleve nem vagyok egy délelőtti ember. Ugye mindenkinek van az a beszakadás olyan 2 óra környékén, amikor úgy... Hú, egyébként akkor hal meg a legtöbb ember. Csak úgy mondom. Már így önmagától. Nem az, hogy balesetbe, vagy hogy belecsap a villám. És nekem a délelőttem is olyan, mindig, minden nap, nem csak ma. Alig ürög magammal, alig bírom nyitva tartani a szememet. És akkor még van az a beszakadás 2-kor, és utána viszont egy ting, így kinyílik a szemem, és akkor 2-től ilyen este 10-ig ilyen teljesen aktív vagyok. Ilyen délutáni ember vagyok. De most még, nem is tudom hány óra van, 11 körül. 10 óra 44. Fú. Tehát mikor visszahoztam a srác a darálót, meg még volt nála pár dolog, amit odaadtam, hosszú létrát, hogy le tudja vágni azt az egy lelógó fatörzset, ami tényleg ott életveszély volt. Tényleg a bárki alá ment volna véletlenül, mikor éppen elengedi magát, akkor azt nagyon csapja. Azt is le tudta akkor vágni, mert a hosszú létrával elérte. Amikor nála volt az ágvágó, hogy az kellett az ágaprítás véget, meg hát a hosszabbító az ágaprítóhoz. És azt mondja nekem, mikor visszajött, visszahozta a cuccokat, hogy ő akarna nekem fizetni, hogy ő ezt használta. Hát mondom, ne hülyéskedjél már. Szomszédok vagyunk, mert nem pénzt akarja adni azért, mert kölcsön adtam egy szerszámot. De mindenképpen szeretne valamit adni. És most van egy ilyen új csatorna a YouTube-on, most nem olyan régóta nézem, az a neve, hogy José. De úgy van leírva, hogy Joe, tehát hogy Joe, és hogy Z, hogy Z, E. Mert az évetet nem is szabad már leírni, mert be van tiltva, igaz? Akkor jó éj! Na. Szóval az a neve, hogy José. A csatornának egy elég alkoholista csávó csinálja. Tehát amikor a Hörbire mondják, hogy alkoholista, akkor azt nézzék meg azt a csatornát, akik a Hörbire mondják, hogy alkoholista. És annál Manusnál láttam egy olyat, hogy Tennessee Whiskey, ami fahéjas íző. Azt hiszem, hogy Jack Daniel's Tennessee Whiskey fahéjas íző. Fire az a neve. Mondtam neki, hogy hát jó, akkor egy olyat hozzá nekem. De nem azért a lóbaszó üvegest, meg a pici üvegeset, szóval nem. Mert egyébként nem is akarnék kérni semmit, de annyira erőskedik, hogy mindenképpen akar valamit adni. Hát akkor ezt. Kb. Arra a sorsra fog jutni, mint az összes többi piám, ami van, hogy ott fog állni a kamrában. Mert amióta ugye a 100 feliratkozónál csináltam azt a csokilikört, ugye ahhoz kellett venni Puerto Ricorumot, na most az a Puerto Ricorum azon módot van azóta is, tehát én nem iszom, tehát én nem vagyok ilyen drinkelős fajta. Hogy ott így magamból ott iszogassak, meg mit tudom én. Mert más az, hogy az ember alkalomszerűen, hogyha elmegy egy baráti társasággal valami helyre, és akkor ott együtt valami kis kontyalávalót berob, de ez, hogy így otthon itt egymagamban iszogassak. Mert vannak boraim is, nagyon jó boraim, de hát valahogy
egyszerűen nem olyan az életvit, hanem nem jut eszembe sohasem, hogy én azt a bort azt csapra verjem és megígyom. Tehát előbb iszok bármi más teját, ásványvizet, üdítőt, kólát, mint hogy az alkoholokat megígyom. Úgyhogy valószínűleg ezzel a Jack Daniels Tennessee Whiskyvel is az lesz, hogy megkóstolom, aztán megy a többi közé érlelődni. Annyi mindenről szeretnék beszélni, csak nem jut eszembe, hogy miről. Kéne már nekem is ilyen jegyzeteket írnom. Nem azt felejtem el, amiről beszélni akarok, amiről szó voltam, nem a témát felejtem el, hanem azt felejtem el, hogy mit akarok mondani. Szóval... Néztem a Blue Zoltánnak egy videóját, nem a legújabb. Tolóajtót barkácsolt. Most nekem a két szoba között ott lenne egy ajtó, de az ilyen kétszárnyú lenne. És hát már amióta ide költöztem, már azóta kint van a csufniban, nem abban az árhatóban, hanem a nyitottban. Már ott volt, mikor ide költöztem, az az ajtó. És megtaláltam az üvegét, mert ki van benne cserélve az üveg, valami ilyen ócska katedrál üvegre, de eredetileg ilyen homokfúvott üveg volt benne, és azokat megtaláltam külön ott a sufniben, az egyik az el van törve. Egy ilyen nagyon szép virág van ilyen homokfúvóval kifújva rajta. Kettő darab ilyen üveg van, de az egyiknek, hogy a felső sarkából így valamennyi hiányzik. Folytonossági hiány van. És nincs is meg az a darab, ami hiányzik onnan. Szóval azt így nem lehet visszarakni, mert hát az egyiket mondjuk visszaraknám, az szép lenne, a másiknál meg ott hiányzik. Vagy akkor az... Szóval nem megoldható, sajnos. Azt, hogy azt visszarakni, és akkor visszarakni magát ezt a két szárnyú ajtót is. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnék én is egy ilyen tolóajtót, mint amit a Blue Zoltán csinált. Csak nálam azért szélesebb helyet kell átfogni. Mi lenne, hogyha csinálnék ilyen két szárnyú tolóajtót, ami így megy széllyel. És azon gondolkodtam, hogy az vajon hogyan lehet bekötve. Mert ugye, amikor az egyiket is meghúzzák, akkor a másik is elmegy. Mikor meg emezt húzzák meg, akkor emez is jön. Hogy az hogy lehet bekötve? De hogyha ennek az elejéből átvetek egy zsinort oda, és ennek az elejébe berakom, akkor ugye, mikor ezt meghúzom, akkor az amaszt meg meghúzza arra. Na jó, de amikor meg ezt visszahúzom, akkor ez a kötél, ez lelazul. Tehát nem tudom, hogy lehet. Mert akkor amonnan is van erre kötve. De akkor meg, amikor éppen valamelyik kötél nincs használva, akkor az lelazul. Tehát akkor valahogy meg is van feszítve közben. Nem tudom, hogy lehet épeszűen megcsinálni, hogy mindig feszüljön is, és működjön is. Tehát ne az legyen, hogy a feszítéssel szemben dolgozok, hanem az, hogy akkor húzzam meg rendesen az ajtót. Ezt hogy lehet így megcsinálni? Hagyni a fenébe, és akkor legyen olyan, hogy ezt meghúzom, akkor csak ez nyílik ki, ezt meghúzom meg, akkor meg csak ez nyílik ki. Mert hát nem akarok megint róla mondani semmit. A nyilvánvaló okok miatt, de lehet, hogy mind a két szoba lesz használva, hogy így mondjam, egyszerre, egy időben. És akkor kell az, hogy el legyen szeparálva a kettő egymástól. Ugyanezen okból kifolyólag ugye meg kell növelni a
boiler méretet. Gondoltam egy ilyen okos boilerre, mint amit a Hörbi is vásárolt, csak nála nem kapcsolt áram van a Hörbinél. Tehát nem a vezérelt áram van nála, hanem az állandó, normál áram. És ugye az okos boiler az úgy működik, hogy kiismeri a szokásaidat egy hét alatt, hogy mikor szoktál fürdeni, mikor használod a vizet, és akkor csak előtte melegíti meg, és ezzel spórol áramot. De hát, hogyha eleve vezérelt, akkor még nem is biztos, hogy akkor éppen van áram, mikor ő szeretne melegíteni. Úgyhogy nem tudom, hogy lehetne a vezérelt rendszerrel összeházasítani egy okos bojlert. Ugye ezt kell, az ajtót kell ott megcsinálni, a bojlert, meg volt még valami, három dolog, amit fejleszteni kell ahhoz, hogy több személy lehessen. Volt még, ja igen, hogy abba a helyiségbe fűtést kell varázsolni. Ezek a nagyon okos építők, ezen én nem tudom, hogy milyen logika alapján, de úgy építették meg a házat, hogy abban a helyiségben nincsen fűtés. A cserépkályha is, meg a gázkonvektor is ugyanazt a helyiséget fűti. Miért nem lehetett a... Ja, és ott jön előtte a gázcső. Tehát ugye van a gázóra, ugye itt van a ház, akkor itt van egyik szoba, másik szoba. És ugye itt jön el a cső, és ebben a szobában van a konvektor is, meg a cserepkája is ott van bejjebb. És itt, ahol előtte elment a cső, ebben a szobában nincsen bevezetve a gáz. Egy konvektor, mennyi lett volna ekkora csövet hozzáegeszteni, ekkorát. És ha nem akar fölrakni konvektort, akkor rátesz egy dugót a végére. Azt jó napot kívánok. De ott akkor most nincsen. És most ezen a gyalog, hogy beköttessek-e oda egy konvektort, mert ugye az milyen tortúra. Ugye gázterv, meg elfogadtatni, meg a faszom, meg izé, gázszerelő, meg a kiépítés, meg mit tudom én. Vagy eleve venni egy ilyen nobó, mint ami ott is van, ez a fehér, az ilyen nobó. Jaj, de jó hangod van, keci. Az ott. Tehát az egy ilyen nobó radiátor, ott. Csak nem működik. Hogy egy olyan nobó radiátor fölrakni az ablak alá, és azt mondta nekem a szomszéd gyerek, nem ez, aki elkérte az ágapítót, a másik szomszéd gyerek, hogy nekik ilyennel van a fűtés, ilyen nobóval, és ezt mondjuk tavaly nyáron mondta, de akkor azt mondta, hogy úgy, hogy ő 20 fokot tart a szobában, havonta egy darab fűtőtestre 5000 forintra jön ki a fűtés. Nyilván azóta emelkedtek az árak, vagy nem tudom. De hogy akkor egyszerűbb lenne azzal fűteni. Meg egyszerűbb lenne akkor az csak, hogy föl kell oda szerelni. Tehát semmi gázterv, meg semmi mit tudom én micsoda, tortúra. Hanem akkor azt csak oda fölrakni. A kábelt azt el lehetne vinni a parketta szegély mögött. Nyilván kéne neki legalább két és feles keresztmetszetű kábel. És akkor azt oda felszerelni szépen, beállítani, hogy 20 fok vagy 22. Eleve ugye a másik helyiség is fűtve van. A konvektor van, a gázkonvektor. És akkor azt úgy meg lehetne csinálni. Ja, és akkor arról nem beszélve, hogy a konyhát egy kicsit át kell rendezni. Mert kell kialakítani egy étkező sarkot. Amit meg lehet oda csinálni, ahol most van a ütőszekrény, meg az a pultszerű rész. Az elhúzó ajtós, tehát a tolóajtós konyakredencet, azt beköltöztetném a kamrába, az oda befér, ez már nem értem. És akkor ezt a másik fajtát, ezt a fehéret, ezt átraknám arra az oldalra, de úgy, hogy a tetején ezt a csoki színű, ilyen műanyag-szerű
munkalapot, ami ugye ilyen darabokban van, mert ugye ezek különálló szekrények, azt egy darabra kicserélni, tehát úgyhogy összecsavarozni a bútorokat egymáshoz, és akkor egy darab munkalapot rátenni a tetejére. Én akkor tennék ilyen faerezett színűt, ilyen fenyő utánzatszerűt, nem tudom, hogy mondjam el. Tehát nem ilyet, most mutatok amit, nem ilyet. Tehát nem ilyet, hanem amiben vannak azok a kis ilyen görcszerű mintázatok. Egy olyat letennék az egésznek a tetejére. És egyébként is van egy tervem, ami egy ilyen nagyobb léptékű dolog, egy ilyen víz visszanyerő rendszer, mert hogy most már jönnek ezek az éhincs vízinséges időszakok, most már egyre inkább, úgy néz ki a dolog, hogy mindenféle vizeket meg lehetne vele fogni azzal a rendszerrel, és annak egy részeként a mosogató is átkerülne oda, arra a részre, és a mosogatónak a lefolyója, hogy úgy mondjam, az nem lenne belekötve, vagyis hogy bele lenne kötve a szennyvízbe is, de lenne rajta egy ilyen átkapcsoló csapszerelvény, ilyen háromállású szelep, mint az úszoda technikában is használják ezt a... Nem is, hogy háromállású, három útú szelep, amit az úszoda technikában használnak, hogy ugye egy csővet oszt el vagy erre, a tekerő állásától függően. És akkor gyakorlatilag a mosogató vizet, azt meg lehetne fogni. Na azért mosogatáskor is elég sok vizet elhasznál az ember, és ha kézzel mosogatunk, de nem mosogatógépről van szó, mert abban elég erős lúg van. Pontosan azért, mert abban nem nyúlunk bele, tehát abban lehet akármilyen erős lúgot rakni, mert nem fogod meg kézzel. Szóval a mosogatógépnek a vizét azt nem lehetne gyűjteni ilyen szempontból, mert elpusztulna minden. De ilyen hagyományos kézi mosogatás során képződő szennyvíz gyakorlatilag az lebomlik. Ugye a hagyományos kézi mosogatószer az lebomlik. Az úgy van megcsinálva. És azt például lehet gyűjteni. És akkor azt is fel lehet használni öntözéshez. De ez csak egy rendszernek a része. Ezt most csak így elmondtam. És akkor ahhoz, hogyha oda átköltöztetném a mosogatót, akkor onnan ott szépen ki lehetne vezetni az udvar felé. Mint ahogy egyébként Szadám volt ott, mondjuk nem vízgyűjtési céllal, hanem egész egyszerűen ott nem csináltak külön lefolyót a mosogatóhoz, hanem hogy ki volt vezetve a falon keresztül, és akkor az udvaron, ami egy ilyen lebetonozott udvar volt, ki volt alakítva egy ilyen vájú a betonban, és akkor ott az tudott van, ennek a független hírszolgáltató csatornának, az Ultrahangnak. A műsora itt a YouTube korlátozza. Meg azt csinálják velük, hogy a reklámbevételből utólag elvesznek. Tehát a már lefutott reklámok bevételéből utólag visszamenőleg elvesz a YouTube. Úgy néz ki, hogy emberek nem értik, hogy mert ez többször is felmerült, nem csak a YouTube-ban, hanem Facebook-kal kapcsolatban is, sőt a Twitter-rel kapcsolatban is, meg a Reddit-tel kapcsolatban is. Tehát az összes ilyen közösségi platformmal kapcsolatban tulajdonképpen felmerült az a dolog emberekben, hogy ezek hogy lehetnek ilyen egyoldalúak, hogy csak egyféle direktívát hajlandóak közölni gyakorlatilag hírként, és a másik oldal eseményeit pedig elhallgatják. És erre nekem van egy megfejtésem, hogy amikor én ráébredtem erre az internet világára úgy egyáltalán, akkor még az volt a magyarázat, hogy a bankok. Mert a bankok így, a bankok úgy, a bankok elveszik az emberek pénzét, meg a szólásszabadságukat, és hogy a bankok.
És akkor utána jöttek ezek a közösségi platformok, és mondták, hogy milyen jó, mert hogy akkor ezek függetlenek, és akkor bármiféle hír tud elterjedni a világban, sőt a Google-nek azt hiszem ez volt aztán a jelmondata is, amiért létrehozták a Google-t, hogy mindenről tudni minden, tehát ilyen abszolút hír tömörítő, információ tömörítő rendszert képezni belőle az internet segítségével. Na de hát, hogyha minden a bankok kezében van, vagy volt, és megkerülhetetlenek a bankok, akkor ugye mi történik? Minden ilyen vállalkozás általában növekedni akar. Tehát olyan vállalkozás nagyon kevés van, ami azt mondja, hogy nekem megvan a kis magam izéje, amit én szeretnék, azt elértem, nem akarok növekedni. Nekem ez így jó van, ahogy van. Ilyen vállalkozás nem igen van. Ezért ugye honnan tudnak pénzt szerezni? A vállalkozások ugye kétféle módja van, vagy az, hogy bankhitelből, vagy pedig az, hogy részvényt bocsátanak ki. És akkor ugye először ZRT formában, zárt részvénytársaság, ami azt jelenti, hogy maguk a dolgozók veszik meg a részvényt, és akkor maguk a dolgozók válnak tulajdonossá az adott vállalatban, tehát a saját pénzüket beleforgatják a vállalkozásba. És így tett valószínűleg a Facebook is, aztán a Google is. Ugye a YouTube-ot megvásárolta a Google, tehát a YouTube az egy önálló valami volt a kezdetén, és akkor azért sokkal demokratikusabb is volt egyébként a kezdetén, de megvásárolta a Google, nyilván a YouTube alkotóinak már soha az életben nem kell dolgozniuk többet, sőt lehet az unokáiknak se, tehát megfelelő összegért vásároltak meg, úgyhogy örülök, lekerült a felelősség, élnek, mint Marci Hevesen. És vagy banki hitelből, vagy pedig részvény kibocsátásból fejlesztették a céget. De egy idő után ugye elfogynak a dolgozók, tehát elfogy a tőke, amit be lehetne fektetni, és akkor az ERT-k átalakulnak NRT-vé, vagyis nyílt részvénytársasággá, és akkor a részvényeik kikerülnek a tőzsdére. Na most ilyenkor viszont a bankok szépen fölvásárolják. Tehát azok a bankok, amik meg gyógyszerlobbi, meg minden ilyen negatív piaci szereplő, akiket gyakorlatilag ezek a közösségi platformok hivatottak voltak elkerülni, azok szépen bevásárolták magukat ezekbe a közösségi platformokba, és innentől kezdve ezek is ugyanazt szajkozzák, mint amit előtte az összes többi sajtóorgánum, média, televízió, rádió, újságok, stb. Úgyhogy nem az történt, hogy a Facebook, vagy a Google, vagy akármelyik megromlott volna, hanem az történt, hogy megkurvultak, oda tartották a hátsó felüket a bankoknak, és a bankok pedig éltek a lehetőséggel. És innentől kezdve az, hogy az van ráírva, hogy Google, vagy az van ráírva, hogy Facebook, az csak egy névleges, mert az valójában ilyen bank, meg olyan bank, meg ilyen gyógyszerlobbi, meg olyan gyógyszerlobbi, meg stb. És csak azt a fajta nézetet fogják a továbbiakban képviselni, és engedni, hogy megjelenjen az oldalukon, vagy a hasábjaikon, vagy a videóikban, ami az adott banknak, vagy gyógyszerlopnak a saját üzleti érdekeit nem veszélyezteti. Mert ami veszélyezteti bármilyen módon is, azt szigorúan törölni fogják, cenzúrázni. Úgyhogy ez a megfejtés. Ez az én megfejtésem, de szerintem ez így van. És hasonlóképpen levettek videókat, csak a Tomcatnek van egy alternatív csatornája is. Egy ilyen YouTube-hoz hasonló másik felület. Ami még nem akar annyira növekedni, hogy részvényeket bocsásson ki,
Úgyhogy ők még nem kurvultak be, és így nem tudták a hatalmasságok, a mindenféle lobbik bevásárolni magukat abba a platformba, így ott még szabadon tud közzétenni bármilyen videót, például Tomcat is. Ezt a felületet tudnám ajánlani az Ultrahangnak is, mint alternatív megjelenési felületet, mert valóban fontos számukra a szólásszabadság, akkor az emberek számára elérhetővé váljanak azok a tartalmak, amiket ezek a média mogulok. Most néztem meg a Storer új videóját, úgy minden hétfőn tesznek fel új videót. Most egy olyan kihívást csináltak, hogy ilyen hídon, valami hídon ugráltak. És erre eszembe jutott, hogy mi is ugráltunk a hídon. Ilyen 16 éves, 16-17, valahogy így. Mikor az Árpád hídnak volt a felújítása, és le volt zárva egy része. És esténként beszöktünk az építkezésre. És a hídnak a szerelő járatán mentünk át Budára, meg Pestre. Ugye az a híd alatt egy ilyen függesztett, ilyen folyosó gyakorlatilag. Én teljesen biztonságos, most is átmennék rajta. Amit viszont most nem csinálnék meg, hogy azt csináltuk, hogy meg két ilyen szerelő járt volna a híd két oldalán, és átmásztunk az egyikről a másikra, így a hídnak a tartó szerkezetein így át egyensúlyoztunk. Na, azt már nem csinálnám meg most. Ilyen fasságokat csináltunk, amikor fiatalok voltunk. Mi sem voltunk jobbak, mint a mostaniak. Ezt a Storer videót megnézzétek meg. Nem lövöm le a poént, de történik benne egy-két dolog.